Ugrálás, úszás, pezsgőfürdőzés, napozás. Ezek a legkedveltebb időtöltések a mostani tapasztalataink alapján a Békéscsabai strandon. A nagy meleg miatt mostán még többen választják a medencéket, mint korábban, melyek a fiatalok mellett az idősebb generáció számára is jó szórakozási lehetőségeket nyújtanak. Az idősebbeknél a melegvizes medencék és az 50 méteres versenymedence, míg a gyerekeknél inkább a strand élményfürdője a favorit. Van egy bizonyos idő, ameddig megy az a forgó, az, amilyen sodró, és néha leáll, és valamennyi perc múlva, vagy egy fél óra múlva újra kezdődik. Mit szeretek a Békéscsabai strandon? Hát ezt a retro stílust, ami itt van, napi rendszerességgel járok ide úszni, általában 3-4 kilométereket, versenyekre szoktam felkészülni, ilyen amatőr versenyekre. Ebben a hőségriadóban meg kicsit a megszokottnál tovább maradok. Én Budapesten élek már, hogy így mondjam, elköltöztem, hűtlen lettem Békéscsabához, de amikor itt vagyok, mindig kijövök a strandra. De télen is, ha erre járok, még mindig kijövök nekem. Én nagyon szeretem a vizét is az Árpád-fürdőnek, meg az egész környékét. Tiszta, hogy mondjam, engem még meglopás ilyesmi se történt, még ilyen rossz emlékem sincs. A hőségben jól esik a hideg vízben úszkálni és hűsölni, azonban azt érdemes tudni, hogy a víz csak minimális védelmet jelent a napsugárzás ellen, és a vízfelületről való fényvisszaverődés kismértékben növeli az UV-sugárzást. Ennek tudatában tehát érdemes naptejet használni, és a korlátozott ideig tartózkodni a napsütötte vízben, főleg a legmelegebb órákban. A Békéscsabai strandon is adott a lehetőség arra, hogy az árnyékba húzódjunk és hűsöljünk egy kicsit.